Jöttem először, megláttam a tavalyi versenyfilmjét, én tényleg végig sírtam, mert hogy ennyire erős, belülről csodálatos nőket ritkán lehet látni, akik ráadásul kívülről is sugározzák, és részemről egy kicsit azt hiszem, hogy erről fog szólni a verseny, én szeretnék ennek a párlánynak olyan élményt, olyan örömet okozni, amit máskor lehet, hogy nem élhetnek át, és általuk egy kicsit szeretném a hölgyek számára ezt tovább is adni, hogy erről szól. És nagyon szépen köszönöm nektek. Köszönöm szépen, Éva. Ha megengedik a Miss Carers International sajtóreferenseként egy-két technikai információt, hagyd mondjak el önöknek. A versenyt ugye mától hirdetjük meg egészen február 18-ig, nem csak Magyarországról, hanem ugye a Rotary Club Budapest Centernek köszönhetően nemzetközi szinten egész Európából várjuk a jelentkezőket. Majd február 22-én itt a Városligetben, itt ebben a gyönyörű díszteremben fogunk tartani egy középdöntőt, ahol is kiválasztásra kerül majd a 8 döntős hölgy, akiket utána később lefotózunk, természetesen tartunk nekik majd egy felkészítő tábor március 18 és 22 között, majd a verseny döntője március 22-én, ahogy Tibor is elmondta, a LaRouche rendezvényközpontban lesz. Erről természetesen mindig folyamatosan küldök majd tájékoztatást, hiszen a versenyhez kötődő rendezvények többsége sajtó nyilván.